Svájcból érkezett a repülő még 2018. szeptemberében. A csengeri milliárdosként elhíresült nőt hozta, aki ellen tavaly novemberben emeltek vádat több millió forintos csalás gyanúja miatt. Kósa Lajos, a Fidesz alelnöke is feljelentette. Ez azután derült ki, hogy felbukkant egy közjegyzői okirat. Ebben állítólagos örökségének kezelését bízta volna a politikusra a nő. Elképesztő összeget 1300 milliárd forintot. Minden szava hazugság. Ezt a csengeri asszonyról mondta az ügy kirobbanásakor a politikus, pedig a híradónk birtokába jutott rendőrségi jegyzőkönyvek szerint korábban jó viszonyban voltak. Kosa Lajos tanúvallomásában azt mondta, egy alkalommal a névnapján is felköszöntötte Marikát, és négyszer Svájcban is találkozott vele. Két czüriki bankban és ügyvédnél is jártak az állítólagos hagyaték miatt. Kosa azt mondta a rendőrségen, hogy a svájci találkozók után a minimálisnál is kevesebbre korlátozta a kapcsolatát a nővel, mert rájött, hogy nincs örökség. Juhász Péter politikai aktivista szerint a rendőrségi iratok alapján viszont sokáig elhitte a Fidesz alelnöke, hogy a mesés vagyon létezik. Hosszú-hosszú éveken át próbált eljárni ebben az ügyben egészen odáig, hogy a német pénzügyminiszterrel próbált kapcsolatba lépni. A férjem engem kért meg, hogy menjek velük és segítsek neki németül tolmácsolni. Én nem szívesen, de igent mondtam a férjemnek. Ezák Kósa Lajos feleségének tanúvallomásában. A nő szerint a találkozó végül meghiúsult a német pénzügyminiszterrel. Kósa felesége azt is mondta, a csengeri asszony igyekezett elnyerni a bizalmát, de nem járt sikerrel. Alkalomattán, amikor találkozott a férjemmel, küldött bort, virágcsokrot, bombont. A vallomások szerint ennél nagyobb ajándékot, készpénzt vagy vagyontárgyat végül sem ő, sem Kósa Lajos, sem a politikus édesanyja nem kapott, még ha készültek is ezzel ellentétes tartamuk közé. Nem kívánom a bíróságot semmilyen módon befolyásolni nyilatkozatokkal. Ezt kedden mondta híradónknak Kósa amikor a kiszivárgott rendőrségi jegyzőkönyvekkel kapcsolatban kérdeztük volna. Ma újra kerestük, de azt üzente, hogy csak a két nappal ezelőtti nyilatkozatát tudná megismételni.